A jó tanulmányi eredménnyel rendelkező rászoruló hallgatók vehettek át pénzbeni támogatást Nyíregyházán. 1996-ban az akkori városvezetés hívta életre a rászoruló hallgatókért közalapítványt. A szervezet az azóta eltelt közel 30 évben több ezer diákot támogatott tanulmányaikban. Alapvetően nagyon egyszerű feltételeknek kell megfelelni, nyilván a legfontosabb az, hogy legalább 3,51-es tanulmányi átlag eredménnyel rendelkezzen valaki, legalább 5 éves nyíregyházi lakcímmel kell rendelkezzen a pályázó, illetve természetesen vizsgáljuk az anyagi oldalát is, tehát a rászorultságot is vizsgáljuk, de itt viszonylag magasan állapítjuk meg azt az értéket, ami fölött már nem támogatunk. A hallgatók között többen is voltak, akik már nem először pályáztak az önkormányzati ösztöndíjra. Kulcsár Dorina Anna harmadik alkalommal vehetett át ilyen támogatást. Én a Debreceni Egyetemre járok, építészmérnöknek tanulok. Most vagyok negyedik féléves, szóval már nincs olyan sok hátra. Igazából édesanyám találta ezt a pályázati lehetőséget, ő szólt nekem is, hogy ez van. És hát nagyon sok költséggel jár egyébként az egyetem, főleg az a szak, amit én tanulok, mert sok a makett, meg minden, amit kell készítenünk óráról órára. Szóval nagyon nagy segítséget tud ez nekem nyújtani. Az egyszeri szabadon felhasználható összegre szemeszterenként, vagyis évente kétszer is pályázhatnak a hallgatók. Emellett más ösztöndíj lehetőséget is biztosít az önkormányzat a felsőoktatásban tanulóknak. A városvezetés a pályázatokkal a diplomás fiatalok helyben tartására is törekszik. Igyekszünk minden korosztálynak segíteni, tehát a kicsiknek, az általános iskolásoknak, az épiskolásoknak, és ebből a támogatás csomagból nem maradhatnak ki az egyetemisták sem. Így kifejezetten két célzottan egyetemistákat célzó pályázati lehetőség van. Az egyik a Bursa Hungarika ösztöndíj, amit évente meg szoktunk hirdetni. Nagyon népszerű, egy évre szoktunk odaítélni támogatást. A másik pedig ez a hallgatói ösztöndíj, ami évente kétszer hirdetjük meg, és nagyon népszerű, van egy olyan feltétel, ami jövedelemhatárhoz kötött, és a másik pedig az, hogy jó tanulókról legyen szó, tehát minimum 3,5-es átlagot tudjanak produkálni ezek a hallgatók, akiket támogatásban részesítünk. Fontos a tehetséggondozás, fontos az ő mindennapi költségeikhez hozzájárulni, és fontos az, hogy a város ezzel is egy ilyen gesztust tesz, és jelzi azt, hogy fontosak vagytok a számunkra, és hazavárunk benneteket. És reméljük az erősödő nyíregyházi gazdaság lehetőséget fog teremteni, hogy minél többen visszatérjenek Nyíregyházára. A tavasszal meghirdetett felhívásra 17-en pályáztak sikeresen. Ők egyenként 30 és 70 ezer forint közötti összeget vehettek át az önkormányzat közalapítványától.